Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispeás labdarúgó bajnoksága hajrájához érkezett. A több izgalmas találkozó közül mi azt a kiesési rangadót választottuk, ahol a Fevita a más tisztával csapott össze. A 24. fordulóban más tészta a Fevita, mondhatni kiesési rangadó. Bordómezben jobbról balra támad a más tészta, míg megszokott sárga mezében a Fevita együttese balról jobbra. Kis. Bognár. Volent. Tömsödi. Volent kapja. Szabó. Volent, majd Dömsödi a labda útja. Kis. Súlyok a labdával. Halászhoz passzol. Aki előre vágja, Volent előzi meg Feketét. Szabó üresen ellövi. Látványosat repül Mak Attila, a más tészta kapusa, ám a labda elkerüli a ketrecet. Szabó mellé. Tehát már is két helyzet az első percben, mindkettőt a Fevita mutatta be. Az a Fevita, amely az őszi idényben 10-3-as vereséget szenvedett a más tészta ellen. Igaz, akkor a sárga mezes együttes kevesebb mezőnyjátékossal állt ki. Bognár. Halász szereli. Bognár. Kis fejeli ki. Fekete indulhat meg, sejben követi a jobb oldalon, aztán fekete hosszan szögteti magát. A más tészta jelenleg a 13. a tabellán, a Fevita a 14., tehát az utolsó, azonban a Fevita két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint ellenfele, és csupán egy pont közöttük a különbség. Kovács. Súlyok. Fekete. Súlyok a bal szélen, jó volt a labda, átvétel érkezik sejben, és 1-0-ra vezet a 3. percben a más tészta. Meghatározó momentum volt a helyzetnél, amikor Súlyok pazar módon vette át a labdát, és tette tovább sejbennek, akinek már csak az üres kapuba kellett pofoznia a játékszert. Dömsödi. Fekete szerzi meg. Egyedül törhet kapura. Fekete kijön a hálójából, kapujából balog. Aztán Súlyok nem tudta a hálóba továbbítani a labdát. Volent. Dömsödi. Kovács. Súlyok támadja. Szereli is. Volent. Kis. Halász. Sejben lépi át. Súlyok 3-2 ellen. Fekete sejben érkezik, balok csípi el. Kovács jól húzta vissza a labdát. Volent. Sejbent szerelte Bognár, illetve sejben Istvánról ment ki a labda, ez pedig egy kéz volt a 6-oson belül, ám a játékvezetők szögletet ítélnek. Szabó ért kézzel a labdába, amit nem vettek észre. Szabó szöglete levágódik Kis Attiláról, ismételhet tehát a
a hűtőházi együttes, ezt pedig már kivágják a Bordeaux védők. Dömsödi. Bognár. Kovács. Megpattant a labda, és ott az egyenlítés. A megpattant labdát Volen csípte el, egyből tette középre, érkezett Bognár, aki az előző szituációhoz hasonlóan az üres kapuba passzolta a labdát. Itt tehát 1-1 az 5. percben. Kis. Kovács szerelte. Kis bedobása súlyok felé, elszáll előtte a labda azonban. Szabó, Volent, fekete ér hátra. Mak, Bognár fut versenyt Kissel. Dömsödi, Szabó nem tudta átvenni a labdát. Jó elgondolás volt. Kis, Mak, Halász egyedül próbálkozik, három ember között próbált elmenni. Volent, Kovács, fekete szerzi meg, súlyok egyből, és a balra vetődő balok kapus visszanyúlt még a jobbra tartó labdáért. Látványos védés volt. Halász! A kezére pattant a labda, ám ezt is tovább engedték a játékvezetők. Balog. Kovács. Volent próbálta középre játszani, elcsípték azonban a védők sejben, Kovács szereli. 8. perc tehát 1-1 a mérkőzés állása, sejben bedobása, súlyok, sejben próbálta ismét játékba hozni, ez nem sikerült. Dömsödi 4-3 ellen, Kovács kicselezi Mak kapust, aztán a kapu mellé lő. Halász, Szabó támadja, Kis, sejben indulhat, Volent szerelt. Halász bedobása súlyok felé, jól jön ki a kapujából Balog. Most sejben dobhat a másik oldalról. Fekete felé, aztán Halásznak rövid volt. Volent adja el. Cserél a más tészta. Köves a pályán, súlyok helyett. Kis. Halász. Köves még eléri a vonal előtt, aztán veszélyesen adja hátra. Fekete szerzi meg. Ám elpattant tőle a labda. És ez elég volt Dömsödinek ahhoz, hogy tisztázzon. Aztán fekete oszt ki egy kötényt, Kis pedig pontatlan labdát ad. Volent szerencsésen, illetve a felét a szemszögéből szerencsétlenül pattant vissza a labda fekete lábáról, majdnem a kapu jobb oldalában kötött ki. Ám Balog még vissza tudott nyúlni. Fekete szöglete. Ez pedig már a másrészt a portásáé.
kis. Keresi a társat, kinek lehetne adni, aztán a hálóört választja. Milosovic végzi el a szabad rúgást. Bognár erről Mak szedte fel a labdát. Milosovic Dömsödi nála marad. Volent. Szabó. Jó volt a csel. Aztán a továbbítás, és Dömsödi pedig nem tudja középre passzolni. Szabó. Milosovic. Szabó kapja vissza. A jobb oldalon nyiramodik meg. Gyabronka tisztázott Bognár. Két ember gyűrűjében. Aztán túljut a labda mégis. Ám ez már csemege volt. Mak Attila számára a köves a hosszú labdát próbálta levenni. Kisebb technikai hiba, ami közbe csúszott. Így ez nem sikerült. Dömsödi. Volent. László. Dömsödi. Köves szereli. Milosovic. László. Gyabronka. Sejben. Mak teszi előre. Fekete könyökölt. Kifelé jár a szabadrúgás. Tizenkettedik perc. 1-1 tehát még mindig a mérkőzés állása. Volent könnyen műsködött el egy akció lehetőségét. Volent. Dömsödi. Fekete támadta. Gyabronka. Mak. Milosovic. Volenter játszik össze, aztán Milosovic próbálta átlőni keresztbe a túloldalra. Dobhat a más tészta. Gyabronka bedobása. Fekete. Szép gól! Fordulásból Fekete lőtte ki a Fevita kapujának jobb sarkát. 2-1 tehát a 13. percben. Sejben, ott a harmadik. Egy gyors akció leindítás után. Már 3-1 a más tésztának. Egy perc alatt tehát két gólt szerez a bordómezes együttes, és ez Sejben Istvánnak már a második találata a mérkőzésen. László lövésébe lépett bele keményen Halász. Ez kéz volt. A játékvezetők sípja néma maradt. Kovács. Benatti támadja. László. Halász szerel. Fekete. László a bal oldalon, Benatti a jobb oldalon. Fekete egyedül próbálkozik középen. Ez volt a veszte. Megállították. László. Gyabronka szerel. Gyabronka. Köves. Benatti. Kapu előtt keresztbe. Beleért balok kapus.
Így a más tiszta dobhatja be a labdát. Köves. Szabó fejeli ki. Most a másik oldalon jöhet pardobással a Bordeaux mezes gárda. Benatti bedobása magas volt Gyabrunkának is, pedig ő a mezőny talán legmagasabb játékosa. Szabó kiengedi a labdát. Köves. Volent érkezett jókor. Milosevic. Kovács. Volent. Kovács kapja vissza. Benatti vele szemben, bele is ér a labdába, ezzel meggátolva az indítás lehetőségét. Mag kirúgása, Volent fejeli vissza, na tehát megpróbálkozom még egyszer, Milosevictól pattant el a labda messzire. László, jó volt a csel, halász, Köves majd fekete a labdával. Két ember közé üres területre lőtte a labdát. Fekete, aztán pedig Szabó lő el. Lőtte el egy akciót 12 méterről. Kapu fölé azonban. Mag kirúgása. Köves. Kovács. Szabó. Milosevic. Kovács. Milosevic. Benattiról vágódik le. 17. perc. 3-1 a más tiszta javára. Kis Gyabronkáról hagyja el a labda a játékteret. Szabó bedobása. Egy szöglet most a Fevita javára. Ismét Gyabronka lépett közve. Szabó. Benatti. László. Dömsödi. Milosevic még eléri. Aztán Köves lépett közve. Bognár, Kovács csúsztatta meg kapu mellé. Fekete kirúgta a labdát. Milosevic. Köves. Jól vette észre Benattit. Nem, picit hosszú volt a labda. Súlyok. Gyabronka. Mak. Gyabronkával játszik össze. Milosevic zavarta meg őket. László bedobása. A kapusé. Súlyok. Benatti. Súlyok. Balogvéd. 19. perc, Fevita más tészta 1-3. Köves. Bognár lépett közbe. Benatti. Gyabronkának picit hosszú, ám még megszerzi a vonal előtt. Kis. Gyabronka tette bele a lábát. Ez csak arra volt elég, hogy felperdítette. Ám becsapni nem tudta a Fevita hálóőrét. Kovács. Súlyog, kezére pattant a labda. Szabad rúgása Fevita javára. Milosevic végzi el a pontrúgást 12 méterre a kaputól. Köves vágja ki.
Balog, aztán Bognár a labdával. Kovács fut hátra érte. Dömsödi teszi vissza Bognárnak, aki előre lövi. László csúsztat bele fejjel. Milosevic. László. Jó volt a kényszerítő. Ám messze pattant László lábáról. Kis Milosevic. Süok ér hátra, így 3-3 ellen, aztán Köves és hátra érkezik a felfutó emberrel. És meghiúsul ismét a Fevita támadása. Süok bedobása. Kis felé a túloldalra, kint volt már. Kevesebb mint 5 perc van még hátra az első fél időből. 3-1-re vezet a más tészta. Dömsödi lőtt el távolról. Veszélytelen volt a kapura. Mag kirúgása Dömsödében akad el. Bognár. Jó volt a csel, aztán 4 ember között vállalkozott egy lövésre. Gyabronka. Benatti. Milosevic. Köves lépett ki rá, aztán kiszerel. Dömsödi. Messze fölé. Nem igazán próbálja kijátszani ellenfele védelmét a Fevita együttese. Csupán ellövik, ellődözgetik a labdát távolról. Súlyok. Végül is erre is lehet alapozni. Csak nagyobb a hiba százalék, én úgy érzem. Köves. László szereli. Dobhat a más tészta. Súlyok végzi el. Gyabronka! Megzavarta Balog kapust, hogy nem a kapu felé vágódott Gyabronka fejéről labda, hanem először még a támadó lábát is érte az. Kislövi el mellé. Benatti lépett oda Lászlónak keményen. László. Kovács. Dömsödi. Súlyok. Köves indul a jobb oldalon, kapja is Súlyoktól, és az oldalhálót találja el. Maradt tehát a 3-1. Bognár. Kis tisztázott. Bognár bedobása László egyből, fél fordulatból a kapu előtt keresztbe. Benatti, László, Milosevic fejjel túljutott magkapusom, ám a hálót már nem érte el a labda. Így tehát marad a 3-1 az első fél időben, mert hogy lejárt az első 25 perc. A más tészta egyenlőre jobbnak mutatkozik. A második félidőt a Fevita együttese kezdi. Tehát 1-3-ról folytatják a csapatok. László levágódik, Mag még megszerzi, kipattan róla másodszor is. Aztán Lászlót szereli Súlyok szabálytalanul.
László szabadrúgása. Milosovic makválláról hagyja el a labda a játékteret. Szöglet tehát. Milosovic Siókról vágódik le, Gyabronka indulhat. Na, magasra emelte a levegőbe, aztán Siók próbálja megszerezni a labdát. Csak egy gyenge fejesre futott erejéből. Jól zárták el a labdától. Volent. László még elcsípi a sarokban. Gyabronka ért vissza. László, Bognár fölé. Úgy tűnik, a második félidő első perceiben a Fevita mutat be offenzív játékot. Milosovic. László. Volent. Kovács. Milosovic várja középen, aztán Gyabronka szereli. Gyabronka még egyedül. Volent állítja meg könnyűszerrel. Bognár adja el. Halászgadomása. Mak hosszú kidobása. Feketének is túl hosszú volt. Volent. Milosovic halász szereli. László. Milosovic. László kapja vissza. Milosovic még belepiszkált. Védett a mástészt a kapusa. László bedobása. Volent kéri, kapja is. És halász, valamint Mak kapus együttes erővel hárították a labdát. László, Volent a kezére pattan, le is fújják a játékvezetők. Gyabronka végezheti a szabadrúgást. Súlyok. Gyabronka. Volent. Milosovic. Bognár. Volent. Súlyok szerzi meg, és indul a bal oldalon. Még eléri. Egy szögletet harcol ki. Fekete átlépi, sejben a kapufát találja el külsővel. Szép lövés volt. László. Milosovic. László kapja vissza. Milosovic ismét. Ellövi Makhárit lábbal. Sejben. Aztán Gyabronka szabadít fel. Volent. László. Kövesér hátra. Sejben. Kovács veszi le mellel, aztán ellövi jobbal a kapu fölé. Ötödik perc tehát. A második félidőben 3-1-es mástészt a vezetés. És a bordómezes előnyben lévő gárda végezhet el szabadrúgást. A kaputól mintegy 11 méterre. Két tagú a Fevita sorfala. Fekete a labda mögött. Sejtben próbálta játékba hozni. Kijátszva egy kényszerítőt, ez nem sikerült. Meghiúsult, és ott van a szépítő találat. A gyors leindítás után Milosovic volt eredményes, tehát 3-2 a 30. percben. Halász. László. Szabó. Mellé.
sejben. Nem értették meg egymást a csapattársal. Szabó. Gyabronka fut a labda után. Róla hagyta el a labda a játékteret, nem mégsem. Csupán Szabó zavarni maradt ott. Halász. Kovács szerelte. 3-1 ellen Milosovic sarokkal mellé. Nincs harag az ütközet után. A szabadrúgás azonban jár a Fevitának. Két tagú a sorfal a más tészta oldalán is. Nem, jóval kecsegtetőbb a szög, mint az imént volt. Szabó lőtte bele a sorfalba. Fekete. Balog védett. Az iménti jelenetnél gólt ítélt a játékvezető. Megmondom őszintén, hogy nem tudom miért. Itt tehát 3-3 ezzel már az eredmény. Köves. Milosovic kezére pattant a labda. Fekete levágódik a sorfalról, Halász megpattan, a labda pedig Balogé. Kovács sejben szerel. Halász. Fekete. Halász. Nem piszkált bele a labdába. Szabó. Milosovic. Milosovic még mindig az oldalhálót találja el. Halász. Köves. Fekete kapu mellé. Második félidő, 10. perce. Gyabronka. László. Milosovic. Halász bedobása. Sejben. Szabó. Sejben. Köves. Fekete. Volent szereli. Volent. Milosovic. Halász tisztáz. Szabó. Volent. Fekete, Volán csúszik be.
fekete. Milosovicsról vágódott le, aki kézzel ért a labdába. Más tészta folytathatja a játékot Kis. A szögletet fekete végzi el. Sejben mellé fölé veszélytelen volt. Bognár, Dömsödi, Milosovic, Kis, Fekete, ketten, és elrontják. Fekete kicsit hosszú labdát adott Sejbennek. Ez egy cicszer volt. Ketten törtek balok kapujára. László. László még. Kapufáról vágódik ki a labda. Kis. Fekete. Köves. Sejben még megtartja, kint volt már. László. Dömsödi. Gyabronka, fekete sarokkal Köves késik le. Bognár, Milosovic, László, Volent, és Kis az utolsó pillanatban tisztázott. Köves ért hátra. Második fél idő 14. perce, 3-3 tehát. László. Milosovic. Benatti vágja ki. Szabó. Benatti. Köves. Dömsödi tisztáz. Gyabronka bedobása, Sejben fejéről varázsolja a labdát. Valog és indulhat a Fevita. Szabó. Hát a mögé kapta, hogy vissza kellett érte nyúlni. Aztán Kisről vágódik ki. Szabó bedobása. Bognár lába alatt csuhant el a labda. Mak kirúgása. Sejben felé, Dömsödi fejeli fel a magasba, aztán Köves, még ott a lehetőség, Dömsödi tisztáz, Benatti pedig felszabadít, úgymond. Szabó. László. Milosovic. Mak véd bravúrral, aztán Benatti nem éri el a vonal előtt. Szabó. Gyabronka. László. Benatti. Nem tudja elvinni a labdát, László állította meg, aztán Kis szabadított fel.
Szabó lőtt el. Nem volt rossz. Nem sokkal ment mellé. Sejben. Milosevic. Mag kidobása. Köves felé. Benatti indul a bal oldalon. Sejben mozog középen. Aztán Kis. Még megtartja. Aztán kirúgja. Második félidő 17. perce. 3-3 tehát Dömsödi. Mellé. Mak. Dömsödi fejeli vissza. Kovács. Milosevic. Kikíséri. Kovács. Bognár. Kis. Súlyok. Benatti. Súlyok nem éri el. A furcsa ítélet megzavarta a más tésztát, a Favita pedig erőre kapott. Nem is csodálom, hogy megzavarta a bordómezes együttest. Hiszen a labda nem jutott a gólvonal mögé, mégis volt ítélt a játékvezető a szabadrúgás után. Ez a pontosabban a labda bekerült a kapuba, ám a bíró előbb sípolt, mint ahogy ez megtörtént volna. Benatti. Kész. Kovács. Milosevic. Köves fordulhat. Levágódik Bognárról. Benatti végezheti el a szögletet. Elhamarkodta. Elcsípték a labdát a sárgamezesek. 5 perc van még hátra a mérkőzésből. Halász dobhatja be a labdát. Kovács fejeli ki. Milosevic. Súlyok szerzi meg, aztán célt téveszt az átadása a Dömsödi. Köves. Milosevic lőheti rá, levágódik. Szöglet. László szöglete. Bognár. Nem sokkal ment mellé. Benatti. Kovács. Dömsödi. Milosevic. Halász ér vissza. Milosevic. Köves találja el, aki a labdával szemben állt. László. Jó volt a csel. Középradás is jó, és Milosevic megszerzi a vezetést. Ez egy szép akció volt. A vége előtt 5 perccel vezetést szerez a Favita, tehát 4-3. Kovács. Milosevic. Sejben. László. Egy lövőcsel. Kovács. 5-3 ezzel már. Teljesen szétesett a más tiszta. 46. perc. 5-3. Fekete. Sejben. Dömsödi. Köves. Nem tudta elcsípni. Volent. Dömsödi. Most cicáznak a Favita játékosai.
Dömsödi. Dobhat a más tészta. Volent. Dömsödi. Kovács hozza el. Dömsödi. Köves lép közbe. Kovács sarokkal. Feldobás lett a dologból. Súlyok adja vissza a labdát. Volent. Sejben. Fekete, egyedül. Ott a lehetőség, Sejben. Szépít a más tészta. 5-4. 3 perc van hátra a találkozóból. Sejben harmadik találata. László. Mak védett. Bognár. Köves. Sejben. Kovács. Köves támadja. Kovács még. Megoldja. Sejben. Dömsödi. Bognár egyedül. Dömsödi kapja. 6-4. Is. Még megtartja a vonal előtt. Köves, szép fejes volt, elkerülte a kaput, egy hajszálon múlt. Sejben. Sejben még 4-3 ellen, köves egyből tette középre. Talán várnia kellett volna egy ütemet. Utolsó percben járunk. A mérkőzésen 6-4-re vezet a Fevita tehát. Meg kell ismételni a szögletet. Súlyok, László szerzi meg. 2-1 ellen László, elmegy Sejben mellett, aztán Mak szerzi meg a labdát, és szabad rúgáshoz jut a Fevita. Kovács, Bognár, 7-4. Mérkőzés utolsó percében tehát megadta a kegyelemdöfést a Fevita. 7-4 az állás. És most van vége a találkozónak, tehát a Fevita 7-4-re nyert. Egy igen érdekes találkozón, úgy gondolom, ha a döntetlen igazságosabb lett volna, hiszen egy végeredményt rendkívüli mód befolyásoló bírói ítélet után egyenlített a Fevita, ezután a más tészta játéka szétesetté vált, láthatóan megzavarta őket az ítélet, és végül 7-4-re diadalmaskodott a Fevita együttese. Nézzük meg még egyszer a kérdéses szituációt. A képekből egyértelműen kitűnik, hogy a sípszó elhangzásakor a labda még csak a sorfal felett száll el. A játékosok leállnak, a labda pedig zavartalanul a hálóba hull. Érdekes jelenet volt. De nézzük, mi történt a többi mérkőzésen. Igazi presztízs csata nyitotta a 24. fordulót. A címvédő Turulány a jelenlegi bajnoki címre legesélyesebb C+V-vel találkozott.
Az ősszel a rutinos C plusz V diadalmaskodott 2-1-re, ám most a Turul kezdte jobban a játékot, és az első félidő derekán már 2-0-ra vezetett. A bordómezesek megrázták magukat, majd az ellenfelük hálóját is megzörgették kétszer. Az első 25 percben még a Turul berámolt egy gólt, így 3-2-es állásnál fordulhattak a csapatok. A második játék részben a kékmezesek produkáltak jobb és eredményesebb játékot, először növelték előnyüket, majd miután 4-2-es állásnál a C plusz V büntetőt hibázott, a kegyelemdöfést is megadták. Így a fiatalos lendületnek köszönhetően 5-2-re nyerte a találkozót a Turul lány. Megmondom őszintén, számítottunk, hát tudtuk, hogy a mezőny egyik legjobb csapata. Hát fiatalok nagyon összeszokottak, rájuk is vonatkozik már egy kicsit az, ami ránk, és a mi erőnket az elmúlt évben mutatta, hogy ők is már egy pár éve együtt játszanak. Tehát látszik, hogy ismerik egymást, azon kívül frissek, fiatalok, fürgék. Szóval látszik az a 15-20 év különbség, meg egy kicsit rossz állapotban voltunk mi. Tehát nem tudtunk úgy összeállni a mérkőzésre, összetételbe se, meg hiányzott most belőlünk az a kis dinamizmus, ami még megvan, csak most nem jött elő. Úgy érzem, jót tett a csapatnak, mindenki elfogadja az új edzőnket, Cserny Csaban Héven szerepel nálunk. Ez volt az első mérkőzés, jól debütált, úgyhogy sokat várunk tőle. Fiatalos lendület eredménye ez a mai győzelem? Igen, igen. Nagyon meleg van a csarnokban, ez most nem lehet a kamerán keresztül érezni, de az öregeket nagyon megviselte, és mi tudtunk futni, szaladni, és azt hiszem megérdemelt volt a győzelem most. A Bonbon Bolt Blue hétfő találkozó első félideje kiegyenített játékot hozott. A Bonbon nehezen tudta feltörni ellenfele védelmét. Azért egyszer mégiscsak sikerült a védelmi vonal mögé kerülniük, és ekkor már ki is használták az adódó lehetőséget, megszerezték a vezetést. Gyorsan jött is a válasz, a Blue hétfő nem hagyta annyiban, és kiegyenített. Ezután visszaállt a régi rend, csupán helyzetekig jutottak a csapatok. Fordulás után a Bonbon nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, és megkezdte a gólgyártást. A Blue hétfő nem találta az ellenszert, a második félidőben szinte át sem lépték a felező vonalat. A meccs elején kitűnően teljesítő védelem egymás után többször is kapitulálni kényszerült, így a Bonbon Bolt 5-1-re nyerte a találkozót. Sajnos ez a mi csapatunkra jellemző, hogy egy perccel a meccs előtt estünk be, úgyhogy nem voltunk bemelegedve, ezért is volt egy kicsit nehézkes az első félidő, de látni is lehetett, hogy a második félidő már kicsit könnyedebb volt, akkor könnyedén játszottunk, és azért úgy értem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk. El kell ismerni, hogy Bonbon azért egy erősebb, képzettebb csapat, régebb volt együtt vannak ebben a felállásban, mint mi talán, és hát ennek tudható, be sajnos erőletileg is jobban bírták meg, azért fejbe idegileg szétestek egy kicsit. Tehát a bemaradás még kiharcolható? Hát a múlt heti mérkőzés alapján azt mondom, hogy két hete azt nyilatkoztam, hogy igazániból már esélyünk nincsen, de most azt mondom, hogy még van hátra három forduló, abban remélem, hogy azért még ha egyet hozunk, akkor talán. És akkor nézzük a 24. forduló lejátszott mérkőzéseinek eredményét. C plusz V Turul Line 2-5, Bonbon Bolt Blue hétfő 5-1, Fevita más tészta 7-4. A bajnokság a következőképpen alakult, első a C plusz V továbbra is 38 ponttal, második a Bonbon Bolt 34 ponttal, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, harmadik a Turul Line 33 ponttal, negyedik a Fapados, ötödik a Klubfeca, hatodik a Bádogos, hetedik a Fedél, nyolcadik a Sűn és Barátai, kilencedik a Blue hétfő, tizedik a Gallon Kft., 11. a Zöldker 13 ponttal, 12. a MÁV gépészet 12-vel, 13. a Fevita szintén 12 ponttal, és 14. a Más tészta 11 ponttal. Eddig tartott a kispálya, a műsorral legközelebb a jövő hét szombaton találkozhatnak ismét a Fehérvár Televízió műsorán. Köszönöm szépen figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!